Az elmúlt hétvégén igazi tavaszi hangulatban rendezték a Velencei tavon az evezősök kishajós válogatóját, melyen ezúttal is jól szerepeltek a tavalyihoz képest némileg átszervezett bajai egységek. Erről és egész más fontos dolgokról beszélgettünk az illetékesekkel a keddi edzésen a Petőfi-szigeti evezősház előtt. Nándi mögület hiányzik a V betű a evezősház feliratban, nem hivatalos. Hírek szerint lerúgták labdából, mi az igazság? Tehát szerintem valami ilyesmi lehet. Hát szégyeljük magunkat, mert már föl kellett volna tenni, úgyhogy ezt rövid időn belül bepótoljuk. Rátérve a lényegre, mi volt a kishajós válogató? Minden reményemet felülírt. Tényleg nem emlékszem utoljára. Általában a válogatókon jók szoktunk lenni, de hogy ennyire jó sikerült, azt azért én se hittem volna. Tehát engem is meglepett. Hogy egy kicsit belemenjünk a részletekbe, a Csányi Vancsura egység az első nap csak a Simon Juhász párostól kapott ki, mely a londoni olimpián is szerepelt, míg a második nap összeültek Bíró Márkkal és Matejsz Józseffel egy kormányos nélküli négyes hajóba, ahol szintén második helyen végeztek, ami remek eredmény, hiszen az idei nemzetközi versenyen Csányiék ebben a négyesben látják a nagyobb esélyeket. Mi elsősorban négyesben szeretnénk indulni, ki szeretnénk jutni a felnőtt Európa-bajnokságra, de igazából az U23 VB, ami első számú. Tavaly párosban mentetek ugye a bendével, ezt ugye most abszolút feladjátok? Nem, az országos bajnokságon biztosan el fogunk indulni Perorban, de úgy néz ki, hogy nemzetközi mezőnyben idén csak négyesben fogunk indulni. De hát akármi megtörténhet még. Csányékhoz hasonlóan Cselinács János is egy négyes hajóban képzeli el az idei szezonját, hiszen új párjával a páros se nem igazán jött most össze. Nem igazán sikerült úgy az első nap, ahogy terveztük. Egy kicsit többet kaptunk a mezőnytől a csapattársammal, akivel 3 hete ültünk össze. A körülmények nem nekünk kedveztek, úgyhogy fele más volt igazából. Második nap viszont a négyes az nagyon jól ment. Új arcokkal is találkozhattunk kedden az evezős házban, hiszen Bodrogi István új párja, Vermes Péter például Csepperről igazolt Bajára. Én a Győrben kezdtem el az evezést, utána a Csepperbe igazoltam át, és hát most akkor igazából egy kicsit abba hagytam az evezést, és most Nándi hozott vissza ide a Bajai Egyesületben, és itt kezdtük el újra a felkészülést. Miért jó Győrből mondjuk Bajára igazolni? Hát teljesen más igazból a felkészülés, egy sokkal rugalmasabb edzésmódszert kezdtünk el, és sokkal jobb érzés, meg jobb a hangulat is. Itt most jobban érzem magam. Péteren kívül új igazolás még a serdülőknél egy külkeres lány, akivel Döbrentei Réka ült össze, valamint egy kalocsai srác, aki Vancsura Bodó párja lett. Mindkét egység igazolta az elvárásokat a velencei tavon. Mindkét serdülő egységünk az élen végzett, az első háromban. Női serdülő Perorban elsők lettünk, még fiúserdő Perorban másodikak, ami majdnem automatikus válogatottságot jelent. A hétvégi remek szereplés azonban a legtöbb számban még önmagában mit sem ér. Ezeket az eredményeket április végén Szegeden a Dr. Simádi Imre emlékversenyen is meg kell védeni, és utána derülhet ki, hogy a bajaiak közül az idén kijuthat ki nemzetközi vizekre. Persze ennek a kérdésnek csak akkor van jelentősége, ha addig a nemzetközi szerepléshez szükséges anyagi feltételeket elő tudja teremteni a klub. Ami nagyon nagy probléma, hogy Magyar Evező Szövetségnek sincs pénze, mint a többi szövetségnek se. A nagy állami támogatás az július végén fog megérkezni valószínű, tehát legalábbis erre számítunk, és a kluboknak kéne megelőlegezni a versenyzést, de szerződést a szövetségek erre nem mernek kötni, tehát egy 2-3 millió forintot be kéne fektetnünk, csak az a baj, hogy 2-3 millió forintunk sincs arra, hogy ezt megcsináljuk. Úgyhogy most jelen pillanatban nem tudom, hogy lesz-e utazó magyar egység a világversenyekre, tehát hogy hiába vagyunk jó. Talán egy eszeni nemzetközi versenyre, meg a szegedi nemzetközire még anyagilag jók lehetünk, de az is meg lehet, hogy az Európa-bajnokság, ami fejenként legalább 300 ezer forint a Sevillában lesz, azt már nem fogjuk tudni kifizetni. Tehát ha nem találok rá szponzort, akkor lehet, hogy itthon kell maradni. Sőt, ami ennél még fontosabb, hogy a felnőtt világbajnokság az pedig Dél-Koreában lesz, és hát tudjuk a konfliktust, ha ott a konfliktus rendeződik, akkor megtartják, de hát az is horribilis összeg. Tehát sajnos most valahogy úgy jöttek össze, hogy nagyon messze vannak a nagy versenyek. Egy szerencsénk van, hogy az U23-as világbajnokság az Linzbe lesz, Ausztriába, az közeli, az így ezáltal nagyon olcsó,
úgyhogy most igazán minden erőnket az U23-ra összpontosítjuk. Ennyire nincs pénzetek, akkor hogy tudtok így embereket igazolgatni? Az nem pénzkérdés? A magyar evezősportban soha nem kellett fizetni evezésért, vagy illetve átigazolásért. Ez nem divat. Tehát, hogy lesz-e pénze külföldön is versenyezni a Spartakusznak, ezt még nem tudjuk. Arra viszont választ kaptunk, hogy a keddi edzésen a bajai evezős csapatból miért szálltak be egyszerre heten egy toj-toj WC-be. Hát fogalmam sincs, szerintem egyszerre kellett mindegyiknek. Mi volt az akció előbb a toj-toj WC-knél? Bevacsoráztunk.